Gondolták volna, hogy egy fürdőszobában rengeteg energiát lehet megtakarítani? Hogy hogyan? Legelőször úgy, hogy takarékosan bánunk a vízzel. Éppen ezért inkább zuhanyozzunk. Azzal az energiával, ami egy fürdéshez szükséges, háromszor zuhanyozhatnánk több mint 6 percig. Továbbá ne folyassuk feleslegesen a meleg vizet. A melegvíztároló hőmérsékletét a lehető legalacsonyabbra állítsuk. Sőt, hosszabb távollét esetére kapcsoljuk is ki, mivel feleslegesen fogyasztja az energiát. Ám az 1991-ben létrejött Zöld Híd Egyesülésnél nem csak ilyen alapvető, bár igencsak hasznos tanácsokat kaphatunk. A szervezet létrejöttekor a városba érkező nyugati cégek, vállalatok igénye dominált, amely szerint a szélesebb nyilvánossággal szoros kapcsolatot kell kialakítani. Sok érdeklődőnk van, és próbálták máshogy is követni ezt a mintát, több-kevesebb sikerrel, illetve azóta már több olyan felülről jött kezdeményezés, tehát országos szintű, vagy inkább kívülről, külföldről jött kezdeményezés is van, amely hasonló energiatanácsadó központok létrehozását szorgalmazza az országban, és hát a Zöld Híd itt évekkel előtt megelőzte ezt az áramlatot. Szerény költségvetésből, a fenntartó vállalatok éves anyagi hozzájárulásaiból, energetikai szakértői munkákból, pályázati pénzekből végeznek hatékony munkát, melyet a nemrégiben FAR támogatással létrehozott energetikai tanácsadóközpont még eredményesebbé tesz. Mi nem azt várjuk, hogy ide bejöjjenek érdeklődők, vagy felkeressenek bennünket, hanem mi keressük fel a polgármestereket, energetikai szakembereket, vagy bármilyen a mi programunkba beleilleszkedő szervezetnek a képviselőit. Első szakmai rendezvényükre ez év márciusában került sor Szigetváron, melyet a Dél-Dunántúlon igen jelentős energiapotenciállal, a geotermikus energiával kapcsolatban tartottak, elsősorban a régió gazdasági politikai vezetőinek. Először a megye a régió vezetőinek a meggyőzéshez szükségeltetik ahhoz, hogy tulajdonképpen az állampolgárok is kövessék az ő példájukat. Igen, az energiaközpontnak pontosan ez az egyik feladata. A szakmai programokon kívül szervezünk munka, értekezletet, szimpóziumokat, politikai döntéshozók részére, illetve önkormányzatoknak olyan szakemberei részére, akik alakítják az energiapolitikát, illetve kialakítják a helyi energiastratégiát. Az egyesülés szakértői szerint az energiatakarékosságot nem feltétlenül nagy méretekben kell elképzelni. Ennek első lépése lehet saját lakásunk megreformálása. A hagyományos izzót kompakt fénycsőre cseréljük, a konyhai berendezéseket rendeltetésszerűen használjuk, nyílászáró tömítéseket használunk, és így tovább. Mindenben a Zöld Híd dolgozói szívesen segítenek. Épületenergetikai környezetvédelmi tanácsadással foglalkozunk, illetve bármilyen ezzel kapcsolatos részletkérdésre megpróbálunk választ adni. Hogyha én most egy olyan ember vagyok, aki éppen történetesen lakást akar építeni, vagy esetleg felújítani, és szükségem lenne az önök tanácsára, és megkeresem önöket, akkor ennek mi a folyamata, mi az útja, módja? Az egyesülés bármikor elérhető, hétköznapokon 10 és 18 óra között a 0682-36-236-os ingyenes hívószámon, illetve a kérdéseket, problémákat el lehet juttatni hozzánk levélben, illetve elektronikus levélcímen is. Napjainkban egyre több ember fordul hozzánk energiatakarékossági kérdésekkel, illetve egyre több családi házat építő személy próbál olyan lehetőségek után kutatni, hogy a ház építésnél már olyan eszközöket alkalmazzon, amivel a későbbiek folyamán jelentős energiamegtakarítás idézhető elő. Itt konkrétan a megújuló energiaforrások hasznosítási lehetőségeivel kapcsolatban szoktak kérdéseket feltenni. Szeretnénk minél szélesebb körben megismertetni a Zöld Híd Egyesülést a lakossággal. Szeretnénk, hogyha a jövőben is hozzánk fordulnának energiatervek készítésével kapcsolatban, hőszigetelési tanácsokért, illetve szeretnénk a jövőben is az általános, illetve középiskolákkal ápolt kapcsolatainkat fenntartani, bővíteni. A villamos energiát ma túlnyomóan olyan energiahordozókból termelik, melyek készletei korlátozottak. Ezekkel a készletekkel gondosan kell gazdálkodni, hogy a jövő generációjának is maradjon elegendő. Mindenkinek törekednie kell az energiafelhasználás csökkentésére, nem csak a költségek miatt, hanem környezetünk kedvéért is.